tudtam, hogy nem akarok öngyilkos lenni, tudtam azt, hogy nem akarom feladni, és ezt így, és ezt valahogy könnyebbé tette az egészet. Mondják azt, hogy az Isten adokat, adokat terheli, akiket szeret, és akkor gondolkodom, hogy néha azért nem kéne hogy ennyire szeressen. Ö, gondolkodom azon, hogy, miért, miért, velem, miért most, és hogy esetleg van-e tovább hova ez egészet még fejleszteni a kapcsolatunkat az Istennel. Az volt a címe az előadásnak, hogy saját képem, Isten képe rólam és én elkezdtem vele készülni, meg is írtam. Amikor bekerültem a kórházba, akkor persze nem tudtam folytatni, és ennek volt az egyik uh, része az Isten nem csinál selejtet. Majd el kellett mennem egy infúziós táplálásra, mert akkor is a uh, gyógyszerek azok a nyelőcsőmet tönkretették, és elvileg két hétig senkivel se találkozhattam volna. Megmondtam, hogy uh, ugye senki sem gondolja komolyan, hogy én nem fogok oda elmenni, és nem fogom megtartani ezt az előadást. Az egészet úgy írtam meg, hogy még nem voltam beteg. Tehát akkor még nem tudtam, hogy az egész van, de amikor felolvastam utólag, akkor sem változtattam volna rajta az, azon, hogy, hogy az Isten jó. mikor először derült ki, hogy beteg vagyok, az 24 évesen volt, és hát utána 16 évig volt csönd, és aztán pedig hát 40 évesen újra belefutottam egy ilyenbe. A második ráknál már meg volt mind a négy. A legkisebb fiú, ő akkor volt két éves. Feltettem a kérdést, hogy miért kellett már megint. Illetve hát nem sokkal előtte, még egy évvel előtte, volt egy kisfiunk, aki a terhesség időszakában meghalt, és úgy voltam vele, hogy azért egy éven belül kettő ilyen pofon azért kicsit sűrű. És nem igazából nem tudtam elképzelni, hogy miért. Választ nem nagyon kaptam rá, tehát. Sem önmagamnak nem tudtam már választ adni. Megint csak annyi volt, hogy azért kaptam, mert én el tudom viselni. És hát az igazán mély pont az, az volt, amikor 36 kiló lettem. Akkor volt az, amikor fogana nem volt semmiről. Volt egy olyan éjszaka, amikor föladtam a küzdelmet. Akkor már kb. két napja volt kettős látásom. Annyira emlékszem, hogy a család bejött hozzám éjszaka, és mindenkitől elköszöntem, elbúcsúztam, és reggel arra ébredtem, hogy túléltem. Most 50 kilóval élek és hát, és élek. Hát magam részére most már egészséget kivenni, az így kicsit furcsa lenne. Javulni már bizonyos szempontból biztos, hogy nem fog a dolog, de hogyha nem lesz rosszabb, akkor már jó. Elhiszem, hogy amit Isten akar, azt mindig meg tudja, azt be tudja teljesíteni, és amit akar, az jó. Azt akarja, hogy a nehézségek árán fejlődjek, és hogy tanuljak akár alkalmazkodást, akár elfogadást, vagy tényleg azt, hogy szeretni tudjam őt még jobban.